Önök a Pécs TV napi hírműsorát látják március 25-én, kedden. Köszöntöm nézőinket! Mai összefoglalónkban beszámolunk arról a szép sikerről, amelyet a Nagy Lajos Gimnázium diákjai értek el egy Európai Uniós versenyen. Foglalkozunk majd a Szigeti út Tüzér utca kereszteződésénél kialakuló közlekedési dugókkal és a lehetséges megoldásokkal is. Ellátogattunk az átmeneti helyen működő főpostára, a közlekedési felügyeletnél a műszaki vizsgadiak változásáról érdeklődtünk, és végül, de nem utolsó sorban egy konkrét jogi eset tanulságait is megpróbáltuk levonni. Kérdéseikkel, észrevételeikkel hívják a képernyőn látható telefonszámokat, vagy küldjenek nekünk SMS-t. Ennyit előzetesen, most jöjjenek a részletek. A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diákjai ismét szép helyezést értek el egy Európai Uniós versenyen. A Külügyminisztérium által támogatott Európróba elnevezésű országos vetélkedőt március 14-én rendezték meg. A szoros küzdelemben a pécsi gyerekek a második helyen végeztek. A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumában már 4 éve működik egy Európai Uniós szakkör, melynek diákjai minden évben országos versenyeken indulnak általában szép sikerekkel. Az oktatási rendszerből hiányzik egy napi politikával, egy aktuális Európai Uniós ismeretekkel foglalkozó tantárgy, ezt próbáltuk pótolni egyelőre, és az sajnos azóta is még csak így működik, szakkör jelleggel, tehát önkéntes jelentkezés alapján. Félig meddig úgy érzem, hogy ez jó, másfelől viszont nyilván rossz, hiszen csak egy része kap információkat a diákoknak erről a témáról. A másik részről viszont legalább olyanok jönnek, akiket érdekel, és nem kell erőltetni. Azt gondolom, hogy ennek mindig szerepe van. Azt mondhatom, hogy minden évben 10-15 diák van, akik foglalkozni szeretnének ezzel. Azt gondolom, hogy talán az érettebbek azok, akik felismerik azt, hogy milyen jelentős szerepet fog ez vinni az ő életükben, azok jönnek. Március közepén 3 lajosista diák részt vett a Külügyminisztérium által szervezett Európróba versenyen, ahol második helyezettek lettek. Egy itthoni pályázatot kellett írnunk, ez ilyen 20-25 oldal körül kellett, hogy legyen. Volt egy tesztrész, amit zárt körülmények között itt írtunk, 3 óránk volt rá. Ez a 2 eredménye alapján a legjobb 10-et behívták az országos fordulóba, ott már csak a szóbeli rész következett. Aggodalmak és várakozások az Európai Uniós csatlakozással kapcsolatban a magyar közvélemény szemében. Ez volt a címe annak a 25 oldalas esszének, amit készítettek a gyerekek. Közvéleménykutatást is végeztek a témában, melynek igen érdekes eredménye lett. Volt, aki az Európai Unió tagjaként az Egyesült Államokat is említette, így Norvégia meg Svájc már aránylag kisebb hibának tűnt az ilyenek mellett. Ez még csak október környékén volt, azóta már ez valószínűleg sokat fejlődött a mostani tájékoztató információs kampánynak köszönhetően, de akkor ez azért elég szörnyű helyzet volt. Mi az oka, miért téged érdekel ez a téma? Hát úgy érzem, mint leendő Európai Uniós állampolgár, hogy tudnom kell a körülöttem zajló dolgokról. Külön erre a versenyre nem készültünk, mivel a csapatunk így már régóta együtt van. Sok uniós ismeretet gyűjtöttünk így közösen, és most csak a specifikus dolgokat néztük meg. Engem is csak úgy, mint az András foglalkoztatja, hogy milyen lehet Európai Uniós állampolgárnak lenni, és így minden kérdés érdekel minket is. Talán a külföldi ösztöndíjakra a pályázatot a nagyobb lehetőségem lesz hozzáférni. Nagyjából ennyi, ami így közvetlenül érintene. Esetleg politikai, vagy valamilyen hasonló témában szeretnétek tovább tanulni? Én jogi egyetembe mennék, úgyhogy ezért igen. Bár nem hiszem, hogy politikai karriert futok be, de ki tudja. A felvételiig sem unatkoznak a diákok, hisz most jutottak túl egy újabb Európai Uniós verseny első fordulóján. Tavaly elmaradt, idén tervezi a város a Szigeti út Tüzér utca kereszteződésének korszerűsítését. Egy forgalomirányító jelzőlámpa főként a reggeli csúcsforgalomban tehetne jó szolgálatot, anélkül ugyanis komoly dugók alakulnak ki a csomópontban. A munkakezdés kora a Kertváros felől a Makárdomb irányába közlekedőknek már megszokott ez a látvány. Az autók hosszú sorokban kigyóznak a Tüzér utca északi vége felé. A várakozás oka az, hogy a Szigeti út forgalma miatt a délről érkezők nem tudnak csatlakozni a kelet-nyugati tengelyhez. Reggel 7 és 8 óra között akár 4-5 perc is eltelik, mire egy-egy autó kifordul a kereszteződésből. A kifordulást megkönnyítendő forgalomirányító jelzőlámpát terveztek ide, ám a lámpaoszlopok felállítása után megakadtak a munkálatok. Tavalyi évben terveink között szerepelt a Szigeti Tüzér csomópont kialakítása. Ezt közösen alakítottuk volna ki az önkormányzattal, ugyanis ez beruházási feladat.
Mi az előkészítő munkálatokat elvégeztük, az önkormányzatnak sajnos erre a beruházási feladatra nem jutott keret, és az idei évben ugyanígy beállították a fejlesztési programjukba, és fontossági sorrendben megvalósításra kerül az idei évben, én szerintem. Ez közel 8 millió forintos munkát jelent. Mi az előkészítő munkálatokban 2 millió forintra rúgott ki a költségünk, a többit az önkormányzat beruházási oldalról teljesíti ki. Elég kötött ez a csomópont, ezért csak a forgalomirányító berendezés, tehát a központhoz való kapcsolódás kialakítása jöhet szóba. A lámpára tehát ebben a kereszteződésben most még várni kell. De menjünk át gyorsan egy másik, hasonlóan problémás kereszteződéshez. Nem, még nem ez az. Menjünk egy kicsit tovább. Igen, erre a kereszteződésre gondoltam, a Petőfi utca és a Kodály Zoltán, illetve Alkotmány utca csomópontjára. Itt hasonló a helyzet, mint a Szigeti úton. A várost északról elkerülő út forgalma igencsak megnehezíti a Petőfi utcából kikanyarodók helyzetét. Ez a csomópont ugyanolyan problémákat vet fel, mint az előző csomópont. Előkészítési fázisban van ez a csomópont is, tehát minden csomópont felülvizsgálata úgy kezdődik, hogy az összes szakhatósággal egyeztetünk, hogy melyik a legjobb megoldás, forgalomszámlálásokat elvégezzük, és a terveket elkészítjük a csomópont átalakításra. Itt milyen tervek vannak jelenleg a kalapban, mi az, amire, amilyen átépítésre számítani lehet? Hát itt még több megoldás lehet, tehát ugyan itt jelzőlámpás is lehet, de más megoldását is szóba jöhet. Itt tehát még csak tervek léteznek. Ezek része az is, hogy a Petőfi utcát és a Bálicsi utat egy új úttal kötik össze. Ennek megépülte befolyásolja majd a csomópont kialakítását is, így elképzelhető, hogy ebben a kereszteződésben nem jelzőlámpák irányítják majd a forgalmat, hanem egy körforgalmat alakítanak ki. Mindaddig marad a sor, ma is persze a már jól megszokott reggeli várakozás. A főposta ügyfélterének korszerűsítése miatt a szolgáltatások átmenetileg új helyen a Nagy Lajos Király útján működnek. A mintegy 400 milliós beruházás végeztével várhatóan november első felében egy megújult belső tér várja majd az ügyfeleket, akiknek egyébként szerencsére most sem kell komolyabb fennakadásokkal számolniok. Ez már a múlt. Nap mint nap betértünk ebbe az épületbe, fizetgettük számláinkat, levelet, csomagot küldtünk ismerőseinknek, avagy ellenségeinknek. Sokszor megfordultunk itt, de talán mégsem tudjuk, hogy jövőre lesz 100 éves a Pécsi Posta Igazgatóság épülete, a Postapalota. Most be van zárva. Ennek oka, hogy a centenáriumra a főposta ügyféltere teljesen megújul, megszépül, tágasabb és magasabb lesz. A felújítás 3 éves előkészítő munka eredményeképpen kezdődhet el, ami lényegében a teljes 1800 négyzetméteres alapterületet érinti. A beruházás várható költsége meghaladja a 400 millió forintot. Boldogan és büszkén mondhatom, hogy talán az ország egyik legszebb, de inkább mondjuk azt, hogy ez a legszebb és legkorszerűbb és legjobban felszerelt postája lesz a Magyar Postának. Gyönyörűen kibomlik majd az ügyféltér, hogyha valaki emlékszik a régi belső térre is fölnéz, akkor két szép kupolát talál a 100 éves épületben. A két szép kupola alá két hatalmas nagy ügyfélteret próbáltunk elképzelni. Ez azt jelenti, hogy külön helyet biztosítunk a tradicionális küldeményforgalmi szolgáltatásokat igénybevevő ügyfeleink részére, és egy másik nagy térben található a pénzforgalmi megtakarítási szolgáltatások, és kialakításra kerül egy igazán komoly plázaposta színvonalú kereskedelmi terület. Ebből fog nyílni, és a nagy ügyféltérből is elérhető lesz a postafiókbérlőknek a helye, és tervezünk egy szép postamúzeumot is a bejárat mellé. Most azt kérdezhetik, hogy a felújítás ideje alatt működik-e az ügyfélfogadás. Természetesen működik, azonban nem a Jókai utcai palotában. Március 24-től a Nagy Lajos Király utca 11-es szám alá a volt szakszervezetek házába költözött a főposta, és előreláthatóan a munkák befejeztéig, tehát november elejéig itt üzemel ideiglenesen. Előfordulhat, hogy akik nem értesültek a költözésről, még a Jókai utcában keresik az ügyfélszolgálatot. Mi sem bizonyítja ezt jobban. Helyszínen jártunkkor is akadt egy kedves idős hölgy, aki útbaigazítást kért tőlem. Hát páran még keresték természetesen régi helyen, de alapvetően nem tapasztaltunk különösebb gondot. Tegnap reggel 9 órakor kinyitott a posta, és az ügyfeleink megtalálták és oda találtak. Igaz, hogy az első nap forgalma az jóval gyengébb volt a szokásos hétfői napoknál. Úgy tűnik, hogy az ügyfélforgalom zavartalan, gyors és kényelmes. Bár a Nagy Lajos Király utcai átmeneti helyszín kisebbnek tűnik, ügyfélfogadó képessége nem kisebb az eddiginél.
Én úgy vélem, hogy nem, hisz össze-vissza egy ablak hiányzik. Ez az egy ablak, ez nem jelentős. Maga az ügyféltér véleményem szerint nagyobb lett, nem mértem meg centire természetesen, de az itteni régi Pécs 1-es ügyféltérében annyi minden épült már bele. A postafiók rész, a kereskedelmi terület, tulajdonképpen alig fértek el az ügyfeleink, az új területen viszont két nagy tér van tulajdonképpen kialakítva, és én úgy gondolom, hogy sokkal kényelmesebben tudjuk kiszolgálni az ügyfeleinket. Reméljük, hogy nagy fennakadás nem lesz. Az igazi tavaszi csúcsforgalom már lement, tehát túl vagyunk az adóbevallások időszakán. A legközelebbi igazán nagy csúcs az majd karácsonykor várható, és azt már az új postán szeretnénk megejteni. A postaigazgatóság bízik abban, hogy az átmeneti helyszíncsere nem okoz zavart a szolgáltatások biztosításában. Minden esetre egyelőre úgy tűnik, a világon semmi probléma. Március közepétől átlagosan mintegy 6%-kal emelkedtek a gépjárművek műszaki vizsgáinak díjtételei. Baranya megyében évente több mint 50 ezer gépjármű tulajdonost érint az áremelkedés. Baranya megyében összesen 34 helyen zajlik műszaki vizsgáztatás. A gépkocsik közlekedésbiztonsági átvizsgálását már nem csak a közlekedési felügyeleten, hanem magánszervizekben is elvégezhetik a tulajdonosok. Március 17-e óta viszont drágábban, mint tavaly. A személygépkocsi vonatkozásában szintén ugye a 6%, ez tavaly 5875 forint volt bruttóban ez a díj, ez most 6225 forint lett. Ez az N1-es kategória, amelyért ugye tavaly a személykocsi díjat kellett fizetni, tehát az 5875 forint helyett ma ez 8250 forint ennek a díja, illetve 3,5 tonna feletti teherautó díj, az tulajdonképpen már tavaly illetve évelején megvolt az emelkedés, ez 11.375 forint. Az árképzési szabályokban idén újdonság, hogy a 3,5 tonnánál nem nagyobb tömegű, tehát jogilag személygépkocsinak minősülő kis teherautók, teherautóként történő vizsgáztatása már nem a személyautók tarifáján, hanem annál drágábban történik. Szintén új szabály az, hogy a teherautók műszaki vizsgájának díjából egy meghatározott részt ellenőrzésre kell fordítania a közlekedési felügyeletnek. Tulajdonképpen azért emelkedett ennyit a teherautó díj, mert kimutathatóan 35%-át közúti ellenőrzésre kell fordítani, ami azt jelenti, hogy a belföld és a nemzetközi forgalommal közlekedő tehergépkocsikat ellenőriznünk kell. Eddig is történt nyilván ilyen ellenőrzés, de most az EU tagság küszöbén már tulajdonképpen megadják azt, hogy a járműveknek a hány százalékát kell ellenőrizni, és ezt az EU-nak le kell jelenteni minden évben, tehát már tavaly is és idén is le kell jelenteni. Ez azt jelenti, hogy az IATR egyezményben foglaltakat szigorúan ellenőrizni kell, és erre kell fordítani ennek a díjnak a 35%-át. Ez a megyében éves szinten mintegy 20 millió forintot jelent, amelyet fele részben hazai, fele részben pedig külföldi teherautók ellenőrzésére fordít majd a közlekedési felügyelet. Ülésezett a közgyűlés közlekedési és kommunális bizottsága. Összeültek az egészségpolitikai és szociális bizottság tagjai is. Nagy sikerrel lépett fel Pécset a moszkvai zsidó férfikar. Mindenről, valamint az elmúlt 24 óra további eseményeiről rövid hír összefoglalón következik. Immár negyedik alkalommal tartotta kihelyezett ülését a Közlekedési és Kommunális Bizottság. Ez alkalommal a Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő Részvénytársaság székházában. Ennek célja, mint Kukai András elnök elmondta, hogy a bizottság megismerje azokat az önkormányzati cégeket, melyek a lakosságot szolgálják. Kedden délután tehát az ülés fő napi rendi pontja a PVVRT 2003. évi működési programja volt. Két nagy blokkba fogalmazható meg a feladatunk. Az egyik a hozzánk tartozó városi vagyonelemeknek a működtetése. Ezzel kapcsolatos feladatunk az, hogy magas színvonalon tulajdonképpen jó hozammal működtessük a vagyon, ránk bizont vagyonelemeket, és tulajdonképpen vagyonnövekedést érjünk el. A másik nagy csoportos feladatunk tulajdonképpen a városüzemelés szertágazó, sok oldalú ügye. Ez utaktól a parkokon keresztül, a köztisztasági feladatokon át egészen a téli hósikosságmentességig. A feladatunk tulajdonképpen az is a célkitűzésünk, hogy 2003-ban sokkal magasabb színvonalra próbálunk ennek eleget tenni. A pénzeszközeink tulajdonképpen rendelkezésre állnak ahhoz,
hogy az általunk megfogalmazott terveket végrehajtsa. Ülést tartott március 25-én a Városházán az Egészségpolitikai és Szociális Bizottság. A testület zárt üléssel kezdte meg munkáját méltányossági ügyek elbírálásával. A nyílt ülés napirendjén szó esett az Egyesített Egészségügyi Intézmények pályázatához önrészbiztosításáról, valamint az ellátási szerződéssel rendelkező civil szervezetek és a Pécs Egyházmegyei Katolikus Caritas Alapítvány 2003. évi támogatásáról. A Magyar Köztársaság alkotmányának rendelkezései szerint a bíróságok az ügyek jelentős részében hivatásos bírákból és ülnökökből alakított tanácsokban ítélkeznek. Pécsváros polgármesteri hivatal önkormányzati irodájához 2003. március 28-áig nyújthatók be a jelölések bírósági ülnökségre. Az ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel és választójoggal rendelkező magyar állampolgárok, helyi önkormányzatok és a pártok kivételével a társadalmi szervezetek jelölik. Ülnöknek az a büntetlen előéletű, választójoggal rendelkező magyar állampolgár választható meg, aki a 30. életévét betöltötte, de 70. életévét még nem érte el. A bíróságok ülnökeit a bíróság székhelye szerint illetékes települési önkormányzat képviselőtestülete választja meg. A jelöléshez szükséges nyomtatvány, a jelölés elfogadásáról szóló nyilatkozat, valamint a bírósági ülnökök jogait és kötelezettségeit tartalmazó tájékoztató Pécs megyei jogú város polgármesteri hivatal önkormányzati és választási csoportjánál munkaidőben átvehető. Azoknak a pedagógusoknak, akik diplomájukat 50, 60, 65, illetve 70 éve szerezték, a város idén is adományoz arany, gyémánt, vas és rubin díszokleveleket. A Pécs város oktatási intézményeiből nyugdíjba vonult óvónők, valamint tanítók és tanítónők, akik első diplomájukat óvónőképzőben vagy tanítóképzőben szerezték, a díszlevél adományozása iránti kérelmet március 31-ig nyújthatják be Pécs megyei jogú város polgármesteri hivatalának művelődési, közoktatási és sportfőosztályára. Kétségtelenül itt a tavasz. A nyíló ibolyák mellett azonban sajnos kibújtak a földből a szemétdombok is. A városban egyre több helyen találkozhatunk a tavaszi nagytakarítás során kiselejtezett tárgyak alkotta hulladék kupacokkal. Így van ez például a Melinda utcai garázssornál, ahol nem csak a garázsokból kiszort autófelszerelési tárgyak, hanem régi képcső, üdítős palackok vagy éppen ágymatrasz csúfítja a környezetet. A garázssor másik oldalán, annak ellenére, hogy a közelmúltban megtisztították a területet, most ismét hegyekben áll a szemét. Itt szintén olyan kommunális hulladékot szórtak szét ismeretlenek, amelyeknek a háztartások kukáiban lenne a helyük. A Kénes út környékén sem különb a helyzet, itt szintén nagy halmokban áll a szemét. Ezt látva felvetődik a kérdés, a régóta várt tavaszt miért rondítják el a városlakók azzal, hogy szemetüket nem a kukákba dobják, hanem kiviszik lakatlan helyekre, ahol elrondíthatják vele a környezetet. Talán azt hiszik, a benzin, na és persze a környezetszennyezésre fordított idő olcsóbb, mint igénybe venni a hulladékszolgáltatást. Elárulom, rosszul hiszik. Már régóta működik a borklub az ifjúsági házban. Ez alkalommal hétfő délután Szatyor Győző faszobrász beszélt kedvenc borairól. A művésznek egyébként a bortermesztés a kedvenc hobbija, és abba is beavatta az érdeklődőket, hogy hol és hogyan termeszti az ízes nedűt. Az IH Borklub jelenleg körülbelül 50 tagot számlál, de továbbra is várja azok érdeklődését, akik többet szeretnének tudni a kulturált borfogyasztásról, a bortermelés mikéntjéről. Legközelebb április 14-én lesz előadás a témában, akkor egy villányi bortermelő ad hasznos tanácsokat. Illyés Gyula, aki Tihanyi remeteségében is legkiemelkedőbb személyisége volt a Magyar Irodalomnak címmel tartott előadást, Bodosi György nyugdíjas orvos, író hétfő délután a Civil Közösségek Házában. A Népi Írók Baráti Társasága ezen programjával emlékezett arra, hogy Illyés tavaly született 100 éve.
Bodosi György az író Tihanyban eltöltött évtizedeiről, életmódjáról, kapcsolatairól, szokásairól beszélt. A programon közreműködött Onódi Jenő népi citera művész, aki játékával idézett balatoni hangulatot a terembe. Hétfőn a Pécsi zsinagógában lépett fel a moszkvai zsidó férfikar. A nagynevű együttes Szim Sálom című műsorát mutatta be a közönségnek. A kórusban több profi énekes is énekel, akik elvégezték a moszkvai konzervatóriumot. A zenekar vasárnap Budapesten lépett fel, és a pécsi előadás után még Kecskeméten is koncertezik. A tavaszi fesztivál időről időre megújuló és évről évre magasabb színvonalú programjának egyik gyöngyszeme volt az orosz kórus vendégszereplése. Nem csoda tehát, hogy igen szép számú közönség gyűlt össze a zsinagógában. Az emelkedett hangulatú, liturgikus énekek mellett a jó hangulatról hagyományos, vidám zsidó dalok gondoskodtak. A Frankofon hét keretében a Művészetek Háza vendége volt Franz Duval és Bruno Laplante Kanadából, akik a Szerelmes Párbeszéd című dalestjükkel várták a közönséget. A két művész szerint nincs is szebb dolog, mint a világ legfontosabb érzelméről énekelni. A duó Franciaországban és Kanadában állandóan szerepel, de felléptek már Mexikóban, Brazíliában, Ausztráliában és Japánban is. Magyarországon most jártak először. Pécsi koncertjüket még egy budapesti is követi, mielőtt hazatérnek. Műsorukon különféle nemzetek híres zeneszerzőinek dalai szerepeltek, köztük Liszt Ferenc és Kálmán Imre művei is. Szerkesztőségünket gyakran keresik fel nézőink ügyes, bajos, nem egyszer peres ügyekkel. Sosem volt és most sem célunk, hogy ezekben igazságot tegyünk, de ha egy-egy eset tanúságokkal szolgál, akkor igyekszünk a témát a lehető legtöbb oldalról megvilágítani. Következő esetünk is ilyen, az ügyet Sipos Erika járta körül. Történetünk kezdete 1951-re nyúlik vissza. Ekkor épült a telek határa, az a ház, amiért panaszosunknak kártérítést kellett fizetnie. 3 métert el kellett volna hagyni, és ennek ellenére kérem szépen ráépített a határra, és kérem szépen a következő, eladta is 60-ban pedig egy új szomszéd jött, és most kérem szépen 99-ben pedig kérem szépen a bírósághoz fordult, hogy kérem szépen innen folyik át a csapadékvíz, ami kérem szépen nem felel meg a valóságnak, mert azt állítja, hogy 80 cm magasba, meg a házunk tetejéről, meg minden, oda folyik a víz, kérem, nem igaz, mert kérem szépen a mi házunk tetején, kérem szépen a házunkon körül, kérem szépen csatorna van és 5000 literes ciszterna van. 50 évesek ezek a házak, a miénk pedig 40 éves, és azért van kérem szépen, azért hullik a vakolat, mert a kátránypapír, ami abban az időben szigetelés volt, kérem szépen, az már 40 és 50 év alatt elkorhat, és így a talajvíz jön föl, és nem a csapadékvíz okozza azt, hogy a házaknak a fala, kérem szépen, omladozik, és jön le a vakolat. Az ügyben eljáró első szakértő azt állapította meg, hogy Vajda úr telkéről a csapadék a szomszédházához folyik, és károsítja azt. A csapadékvíz egyáltalán nem folyhat oda, mert konyhakertünk van, és a konyhakert pedig föl van ásózva, és ott a csapadékvíz, ahogy esik, ott el is szivárog. A jogerős bírósági ítélet után panaszosunk felkeresett egy másik szakértőt is, és az igazságügyi szakértői kamarához fordult. Kérem szépen, amit megállapított dr. Lenkei Péter, tudományok doktora, aki kint volt, kérem szépen a Baranya megyei mérnöki kamara, etikai fegyelmi bizottságnak az elnöke, és dr. Bársony János, a Baranya megyei mérnöki kamara elnöke, és kint voltak a helyszínen, Erbjenő szakértő úrral együtt, és megállapították, hogy az egész utcában egyforma a terepszín, és kérem szépen mindenki akkor perelhetni a szomszédját, kérem szépen, én semmiféle jogelleneset nem végeztem, nem követtem el senki ellen, tehát tulajdonképpen nekem jogtalan a levonásom 301 000 forint, kérem én semmit el nem követtem. Az adott ügyben több bejelentés érkezett a kamaránkhoz, mégpedig a probléma gyökere az volt, hogy a szakértőnek a szerzett joga, illetve a rendszerváltozás utáni új szakmai előírások ütköztek.
És itt egy olyan kollízió merült fel, egy jogi alapkövetelmény, a szerzetjog, illetve egy szakmai követelményrendszer között, amit a kamara saját hatáskörében feloldani nem tudott. Ha az ügyet nézem tovább, ami mondjuk adott esetben sérelmes lehet egy ügyfélnek, mert sajnos azt is be kell vallani, hogy a bíróságon is emberek dolgoznak, ott is előfordulnak tévedések. Bizony-bizony előfordul az is, hogy a szakértő tekintélyelvű szakértést csinál, és csak azért fogadják el a szakvéleményt, mert azt mondta, és előfordulhat az, hogy nem tudta megindokolni. A szakértőt nagyon nagy felelősség terheli. Ő gyakorlatilag azért vonja be a bíróság a szakértőt az eljárásba, mert olyan kérdésbe kell ő véleményt kialakítani, amihez a bíróságnak nincs meg a megfelelő szakértelme. A szakértő tehát az, aki felelősséggel kell, hogy véleményét kialakítsa, mert gyakorlatilag az ő döntése alapozza meg az ítéletet. Állítom, hogy a szakértő lesz az ügy bírája ezzel. Tehát nem akármilyen felelősség terheli őt. Műsorunk végén egy közlemény. Az ECE áruház építési munkálatai miatt lezárják 2003. március 26-ától, azaz szerdától a 6-os út ECE felüli szakaszát az 58-as úti csomóponttól a Bajcsi úti kereszteződésig. A Szigetvár irányába haladó sáv lezárása azt jelenti, hogy csak egy sáv lesz járható, egyelőre nem lehet tudni pontosan, hogy mennyi ideig, amíg az építési munkálatok tartanak. A közlekedési helyzet javítása érdekében a 6-os és az 58-as út kereszteződésében a jelzőlámpákat átprogramozzák. Ennyi fért hírműsorunkba pont ma, internetes honlapunkon további részleteket találhatnak a most látott témákról, észrevételeiket pedig telefonon vagy akár SMS-ben is megtehetik, elérhetőségeink a képernyőn. Hírekkel továbbra is óránként jelentkezünk, a hírek hátterével a pont ma friss kiadásával pedig holnap este ugyanebben az időben. Várom Önöket. Addig is minden jót, a viszontlátásra.